Első, második és harmadik osztályos gyerekek utaztak el néhány napra a Romániában megrendezett versenyre. Több föllépésen, több versenyen, több fesztiválon már sikeresen táncoltak. Itthon, Magyarországon. Ez volt az első nemzetközi fesztiváljuk. Nagyon izgultam, hogy jól sikerüljön, mert hát az első élmény az azért a hosszú távon meghatározó élmény lesz nekik. De szerencsére minden nagyon jól sikerült. Nagyon sok csoport vett részt, több mint 30 csoport. Nemzetközi fesztivál volt, így voltak ukránok, szlovákok, szerbek, mi magyarok, és még néhány környező országból, illetve román településről, egészen délről is sok csoport jött, tehát egész Románia területéről is. Öt tagú zsűri értékelte a gyerekek tudását. Szinte minden megmozdulásukat figyelemmel kísérték. A menettáncot, a bemutatókat, a versenyprogramot is. Úgy vettem észre, hogy mi voltunk a legkisebbek ott, és ezt nagyon figyelembe vették, és nagyon szépek voltunk, ugye azért a helyi viseletet bemutattuk, és aztán első helyezést is értünk el a korcsoportunkban. A tavaszi időszak a néptáncosok életében arról szól, hogy az új táncokkal, koreográfiákkal megmérettetik magukat egy-egy hazai versenyen és minősítésen. Május 13-án Komlón a Palánta csoport mellett a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bokréta csoportja is részt vett egy fesztiválon. Kalocsa környéki játékfűzést adtunk elő a Halomi Hölgy aljában, ami tulajdonképpen a csőszös, libás játékokat próbáltuk a gyerekekkel színpadra helyezni. Szerencsére nagyon nagy létszámú az óvodás csoportunk, és így gyönyörűen betöltöttük az egész teret, illetve a zsűri azt kiemelte, hogy nagyon természetesek, nagyon játékosak a gyerekek. Május 20-án Székesfehérvárra utaznak a Kisbokréta csoport tagjai, akik egy minősítő versenyen vesznek részt. Május 27-én pedig a néptánc tanszak tanírzáró műsora lesz az Érsekkertben.